A fiatalok jelentik a jövőt, a fiatalokba fektetett energia mindig megtérül a fiatalokat, ezért érdemes támogatni. A magyar kormány ennek szellemében számos a 20 éveseket segítő intézkedést hozott az elmúlt időszakban. Ezek közül talán a legfontosabb a 25 év alattiak adómentessége, amit korábban még a miniszterelnök javasolt. Az SZIA mentesség a győri fiatalok számára is nagy előny. Vannak olyan feladatok, amelyekre most van mód és lehetőség a borzalmas koronavírus járvány után, miután helyreállt a gazdaság. Magyarországon hamarabb állt talpra a gazdaság, mint a környező országokban, és mondjuk akár Európa különböző országaiban. És ez a hamarabb talpra álló gazdaság több költségvetési bevételt hozott, eredményezett az országnak, és korábbi olyan adósságot, amelyet most így törleszteni tud a kormány, mert van miből kifizetnie, így például a fiatalokra is nagyobb figyelem kerülhetett. Régóta szükség volt erre, és azt gondolom, hogy ez megint egy olyan jó kormányzati döntés, amely pont azt a réteget célozza meg, pont azok számára jelent nagy segítséget, akik amúgy is az életkezdésük miatt, az iskola befejezés után, családalapítás kezdetén egy óriási nagy-nagy segítséget jelenthet számukra. A munkavállalók helyzetének javítása folyamatos kihívás a kormány számára. A bérből és fizetésből élők is jól jártak január 1-től, hiszen bruttó 200 ezer forintra nőtt a minimálbér, és 260 ezerre a szakmunkás bérminimum. Évről évre folyamatosan emelkedni tudott a garantált bérminimum, tehát a szakmunkás minimálbér és a minimálbér. Ugye az egyiknek az összege bruttó 260 ezer forint, a másiknak bruttó 200 ezer forint. Ez mind-mind sokkal több, mint a korábbi 2010 előtti időszakban, és ez összességében mindig a gazdaság szereplőit arra sarkalja, hogy akiknek ennél magasabb a keresete, hogy azokat is emelni kell. Tehát az látszik Magyarországon, hogy az elmúlt esztendőkben folyamatosan és töretlenül nőnek a bérek, és ehhez párosulnak még olyan kormányzati intézkedések, amivel egyébként különböző adózás csökkentéssel, adózási feltételek javításával sokkal több pénz tud maradni a magyar családoknál, a magyar embereknél, a munkavállalóknál. A magyar kormány a gyermeket nevelő családokra is kiemelten figyel. A szülők, akik igényelték és jogosultak rá, már készhez is kapták tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat. Ez fejenként akár 800 ezer forint pluszt is jelentett az érintetteknek.